Remek idő egyébként, 11 fok, napsütés, és a pálya talaja is jónak tűnt a mérkőzés előtt, legalábbis így külső szemlélőként. Itt viszont egy nagy labda Csizmadiának, aki mehet a bal oldalon. Csizmadia lövi el, és alig került el a labda a felső sarkot. Végsőnek kell figyelnie. Jön a beadás a hosszú oldalra. És büntetőt ad a játékvezető. Nagy és Ásványi. Nagy, és Ásványi megfogja! Óriási bravúra 7. percben! Pap. Szinanovicsot kereste. Csillus. Szinanovics kérné megint Csillustól. Ötvös irányába, ötvös fejjel éppen, hogy elérte, aztán megszerzi a labdát, ötvös ballal ellövi, és óriásit védett a kapus. Megint végső lép oda, vissza pattan Pechére pont Soltészhoz, ez viszont nagy labda, és vezet az Ajka a második félidő 6. percében. Csizmadia a gólszerző. Ásványi. Ez ötvösé lehet. Így még jobb Kártik. Kártik, ez lövőhelyzet. Kártik, nagy zicser, ötvös. Ott van a lövés, és levágódik. 4-tagú sorfal, ami most már lassan 5-tagú lesz. Nem marad 4. 4 magas ember és ötvös. Kártik inkább elsétál arrébb. Na nézzük ötvöst. Ötvös, jó lövés, és Horváth kiütötte. Volt két olyan mérkőzésünk, ahol többet érdemeltünk volna eddig, mint ami pontban megszereztünk a játék képe alapján. Tehát az, hogy ma így tudtunk játszani, ez számomra ilyen szempontból nem volt meglepetés, hiszen a Vasas ellen is voltak nagyon jó periódusaink, illetve Kazincbarcikán is jó futballoztunk. Hát ilyen az élet, most itt tudtunk szerezni 3 pontot. Minden játékos dicséretet érdemel. Nagyon fontos, hiszen hatalmas verseny folyik. Úgy gondolom, nagy lépést tettünk céljaink elérése felé, és azt megmutattuk, hogy egy rendkívül egységes csapat vagyunk. Nem voltunk igazából határozottak hátul. Középen se, másik labdákat nem tudtuk összeszedni. Most igazán azt mondtam a fiúknak, hogy ha pár harcot nem nyerünk, ezeket a labdákat nem tudjuk megszerezni, nem tudjuk építkezni, akkor nem is fogunk tudni meccset nyerni. Nem volt jó mérkőzés, sőt, számunkra rossz mérkőzés volt, gyengén játszottunk, nincs mit szépíteni, gratulálok az ellenfélnek, ők jól játszottak, igazából a kiesés ellen harcolnak. Megérdemelték, hogy elvitték a 3 pontot.